A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Üdvözlünk Diósgyőrben. Hogyan került szóba a Diósgyőr, és miért a DVTK mellett döntöttél? Igazából volt már megkeresés tavaly is, akkor nem jött össze, úgyhogy idén nyáron szerencsére újra szóba kerültem itt a Diósgyőrnél, és igazából én is beszéltem az edzővel is, a vezetéssel is, és igazából meggyőztek abban, hogy úgy gondolom, hogy nekem itt jó helyem lesz, és a fejlődésem szempontjából talán a legjobb klub lehet. Mivel sikerült meggyőzni téged? Igazából mondhatnám, hogy a mester határozottságával, az eltökéltségével, és igazából úgymond a körülményekkel, a szurkolókkal, tehát maga az, amit ez az egész Diósgyőri klub képvisel, az egy nagyon szimpatikus, nagyon motiváló dolog, és úgy gondoltam, hogy itt van esélyem a továbbfejlődésre. Nem azért, hogy vizsgáztassalak, de Olaszországból mennyire tudtad követni a magyar labdarúgást és a DVTK teljesítményét? Hát igazából követtem minden hétvégén a bajnokikat. Ugye az utóbbi időben, amikor nekem is szóba került a Diósgyőr, vagy volt róla szó, követtem a Diósgyőrt is, meg azért voltak ismerősök a csapatban is, szóval azért nyomon tudtam követni igazából az egész Diósgyőrt, meg az egész NB1-et is. Szóba hoztad ismerősöket, kik ők? Ugye Novotnyi Soma, a Bukrán Erik, a Makrai Gábor, ugye a válogatottból őket jól ismerem. Szóba került már Olaszország, légy szíves, mutasd be magad a Diósgyőri szurkolóknak, mert ha máshonnan nem, de onnan ismernek, hogy az U20-as válogatottnak a tagja voltál. Hát igen, ugye én elég fiatalon kikerültem Olaszországban. 15 éves korom óta voltam az Atalantánál egy 5 évet az utánpótlásuknál, ugye utána elkerültem harmadosztályba a Pízához, amivel ahol a Gattuso volt az edzőm, ugye sikerült meg is nyerni a bajnokságot. Utána tavaly Anconába kerültem egy elég érdekes úton, ahol úgymond rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk, de a pozitívum ugye az volt, hogy szerencsére végig tudtam játszani a szezont, és egy személy szerint egy elég jó szezonom volt meccs számban és teljesítményben. És a pályán, mert láttam, hogy fiatalon még az egy csatárként is elég sokat játszottál, de most már azt látom inkább, hogy bal hátvéd, illetve középpályás. Hol érzed jól magad a pályán? Igazából, hát mondhatjuk, hogy van egy ilyen szerencsém, hogy mindenhol jól érzem magam a pályán, nincs gond igazából azzal, hogy hova tesznek. Igen, hát először szélső támadóként születtem, ugye, és abból lettem balszélső védő, de nyilván egy olyan balszélső védő vagyok, aki támadó szellemű, tehát szereti segíteni a támadásokat. Úgy gondolom, hogy ez is az egyik legnagyobb fegyverténnyem, hogy ugye támadóból lettem védő, és emiatt a támadásokhoz többet tudok hozzátenni. Milyen célokkal érkeztél Diósgyőrbe, kérdezem végül? Hát mindenképp komoly célokkal érkeztem ide Diósgyőrbe. Nem szeretném, hogy úgy alakuljon a következő szezon, mint ahogy mondjuk az előző szezon alakult, hogy izgulni kelljen a végéig, hanem tényleg, vagy úgy kelljen izgulni a végéig, hogy esetleg más célokkal. Tehát mindenképpen ugye az első helyek mindig a célok, és nyilván ezért jöttem ide Diósgyőrbe is, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen futballkultúrával rendelkező klub és város az csak azt érdemelheti, hogy a legjobbak között küzdjön.